Nagy tűz gyújtásával köszönti és ünnepli a tavasz beköszöntét a székelykevei Márton Petronella. A Délbánátban élő katolikus bolgárok a paltjánok körében még mindig élnek a régi hagyományok. Ha azt nézzük, hogy Székelykevén most már nagyon kevés, néhányan tartsák, én hű maradtam az én tradíciómhoz. Nekem most paltjánon mondom bábo és dedo, melegítettem bába Mártát, aztán tátival és mámival, most én csinálom, a mögöttem van az unokám, lehet majd ő is örökölni fogja. A régi népszokások felelevenítésében nem csak a bolgár származású székelykeveiek, de a szomszédságukban élő magyarok is részt vesznek. Mi szomszédok vagyunk 50 éve, és 50 éve minden évben egyedüliek vagyunk, lehet, egy pár kivételével, aki mindig itt van. És úgy, ahogy becsülöm a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat, mert egy normális ember vagyok, tehát azt jelenti, hogy ha becsülöm a sajátomat, akkor becsülöm a másik nemzetisége. A faluban számos paltján magyar vegyes házasság köttetett, ez miatt mára már kevesen beszélik a paltján nyelvet. Elhatároztam, hogy majd írok egy verset, amelynek a három első sorát elmondanám. Azoknak a nézőknek és hallgatóknak, akik sose hallottak ilyen nyelvet. Grája bába Márta, szöncaszmina ulcata, ámka, guna, iána, nosa snopa utulia. Pirkpumáge ikladé, majd szkárcse isze veszele. Székelykevén felbecsülhetetlen értéknek számít a lakosság szellemi öröksége, a tájszólásos, a kitűnő állapotban megőrzött székely nyelvezet és a jellegzetes népszokások.